Javítási munkálatok kezdődtek a Bocskai István Katolikus Gimnázium műfüves pályáján. A pálya a folyamatos igénybevétel következtében elhasználódott, ezért többek között a burkolat és a műfű cseréje is esedékessé vált már. A Szerencsi Gimnázium műfüves pályája már 16 éve ad lehetőséget a sportolni vágyóknak, hogy egészségesen tölthessék a szabadidejüket. A pálya állapota miatt viszont ez a lehetőség átmenetileg szünetel. A gimnazistákon és a kollégistákon kívül jelenleg más nem használhatja a pályát. Az iskola karbantartói a napokban már el is kezdték a pálya javítását. Különösen nagy figyelmet kap emellett a folyamatos balesetmentesítés is. Most már dupla méretű deszkákkal burkoljuk a lövések kiegyenlítésére a pálya körszegélyét, de ez is kevés. Több mint 100.000 forintért magasítottuk meg a hálónkat, hogy ne okozzunk kellemetlenséget a szomszédnak, illetve ne kelljen a labdák után szaladgálni. Granulátumokat is folyamatosan pótolunk és szerzünk be, tehát amit a költségvetésünkből meg tudunk oldani, azt folyamatosan beforgatjuk. A jövőbeni tervek között szerepel egy teljes burkolat és műfűcsere is. Az iskola saját költségvetése és az egyházmegye támogatása erre nem elég, és az ehhez szükséges pályázatot még nem hirdették meg.